Rengeteg dolog van, amiről szeretnék beszélni, de hát nem is fogom itt végigmondani. Kettős lesz a dolog, amikor utoljára jöttem ki úgy, tehát nem utoljára, mert jöttem azóta, jöttem ki úgy, hogy nem értem el a vonatot, aztán gyalogoltam, akkor a hátizsákomból kiszakadt minden, tönkrement a mosás miatt, aztán a vonat sinyeken kötött ki a laptop, a ruháim, mit tudom. Bementem a boltba, és szerettem volna vásárolni, meg vettem is igen hátizsákot magamnak, íme. Ez volt 4 euró, és mellette volt egy másik hátizsák, 10-szerese volt. Tehát 38 vagy 39 euró között járt az ára. Egy masszív strapabíró, így szokták mondani. És gondoltam rá, hogy fogom is akkor ezt a kis cettit, ami rajta lóg, a műanyag kis karikával, átakasztom. Tehát a 4 eurósról átakasztom a 30-valahány eurósra. A pénztáros úgyse vesz észre, hátizsák, aztán úgy voltam, hogy ez belül nem tudom magamban az éneket belül lerendezni. Tehát lehet, hogy sikeresen átmentem volna a pénztáron, de aztán hogy megyek tovább az életben. Tehát ezt a terhet ezt cipelnünk kell magammal, hogy ilyet tettem. Erkölcs, igen. De, mint minden ilyen esetben, ha az ember hoz egy ilyen döntést, hogy ott van a kísértés, ezt nem lehet letagadni, hogy ott van a kísértés, minden emberben ott van, tehát most szituációtól függetlenül vannak ilyen dolgaink. Csak mondjuk nem merik felvállalni, vagy őszintén bevallani, hogy igen, ilyenek vagyunk. Mindegy, kaptam én erre egy választ. Most akkor lehet azt mondani, hogy az élettől, az univerzumtól, a faszomtól, vagy Istentől? Igen, kaptam rá egy nagyon-nagyon logikus választ. Kérlek szépen, és akkor most azért, amikor legutoljára jöttem vissza, szállok be a vonatról, már itt Malackiban, Szlovákiában járunk. Egyébként ez Malacka, mármint a városnak a neve, magyarul. Sétálok a sinek mellett, nagy tömeg, és egyszer csak látom, hogy a sinek között ott van egy hátizsák. Hagytam, hogy a tömeg elmenjen, úgy tettem, mint aki a cipőjét befűzi, a hátam egy hátizsák. Ez a 4 eurós, szart se ér egyébként, de arra jó, hogy kaját cipeljek, de a laptopot nem vinnék benne. Megvártam, míg elmegy a tömeg. Nem volt kikötődve a cipőm, hanem arra vártam, hogy elhúzzanak a picsába. Megtették, és oda nyúltam a hátizsákért, oda mentem pár lépésre, volt a sinek között. A mai napig nem tudom, hogy mi történt vele. Itt van egy baromi jó hátizsák, totál üres volt, semmi, tehát még csak egy papír feci sem volt benne, viszont pontosan ugyanaz a hátizsák, ami az árulásban ott volt 30-valahány euróért, és szerettem volna mondjuk kicserélni a címkét. Elképzelhet, hogy a vonaton valakit kiraboltak, mindent kipakoltak belőle, és bocs, lehet, hogy jön el ez a takarítani. Elképzelhető, valakit kiraboltak és kirakták az ablakon a hátizsákját, kicsit boros lett ez a része. Semmi sérülés rajta, teljesen hibátlan. Pontosan az a hátizsák, amit én akkor és ott szerettem volna lenyúlni, nem tettem meg, mert ugye belül hova tegyem a dolgot, és végül ez lett az eredménye. Na, de akkor most kipakolok. Reggel ezzel kezdtem, felébredtem, éjgyomorra leküldtem egy ilyet, ez igen finom, portugál rozé, pihenőnapon vagyok, megtehetem, és egyébként is emiatt a szar miatt mérges vagyok, mert volt egy ilyen, van egy ilyen pici fülbedugós panaszodik fülesem, ami állandóan kiesik. Ha futni megyek, akkor azért esik ki, ha sétálok, akkor azért esik ki. Ha csak berakom, akkor azért esik ki, és nem is tudom, hogy 2 hétig gondolkodtam rajta, hogy most megéri nekem venni egy fülhallgatót, vagy felhallgatót, azért hiszem, persze, hogy megéri. Megérte vennem egy fülest, mert legalább hallgatható zenét viszont lemaradtam valamiről.
négy nem fogadott hívással jöttem be a hotelbe. Ami azt jelenti, hogy elindultam 3-4-6-kor az öltözőbe, ott lezonyoztam, talán fel a buszra, ami 6-10-kor indul, itt vagyok 6-30-ra, és akkor látom, hogy négy nem fogadott hívás. És mi miatt? Magyar népzenét hallgattam baromi hangosan. Hú, muzsikás. És bent kellett volna, hogy maradjak, tehát azért hívtak, hogy maradjak bent, de bár nem tudom, miért nem jöttek utána az öltözőbe vagy a buszra. És akkor már bent maradtam volna, miért csak a telefon, tehát miért nem megy tovább az emberek gondolata ennél, hogy és akkor felhívom telefonon, nem veszi fel, akkor is tudják, hogy ott van 50 méter az öltöző, miért nem jöttek utána. Már mindegy, túl vagyunk ezen, és már második alkalom, hogy bent kellett volna, hogy maradjak, de nem találtak meg, vagy éppen megtaláltak, de aztán elfelejtettek. Bonyolult. És hogy miért kipakolás, miért? Hát, hú, basszus, nem csak, hogy fázom a témától, és nem csak az van, hogy rohadtul magányosnak érzem magam itt, még annak ellenére is nagyon kedves emberekkel vagyok körbevéve, például Jurája, Szilvia, aki nem szobatársam, hanem itt van az ajtó, ott bejössz, van az előtér, a fürdőszoba és a WC, és utána elágazik ketté. Tehát ők mennek abba a szobába, én meg ebbe a szobába vagyok egyedül. Ők meg ott van, ők házastársak. Juráj, ő felsővezető itt a cégnél, ahol dolgozom, és olyan jó fejek hozzá, hogy a felesége is itt lakhat vele, amíg itt van, mert ő járja a világot egyébként. 3-4 hónapig van egy helyben. És most éppen az anya cégnél van, de megteszik neki azt a szívességet, hogy a felesége addig itt lehet a hotelban. Tehát baromi jó fejek egyébként. Csak angolul tudok velük kommunikálni, és na most pont erről akartam beszélni, hogy mennyire nehéz olyan környezetben élni hónapokig, hogy a nyelvedet, a magyar nyelvet nem tudod használni. És már lassan viccet műzök belőle. Tehát bent a munkahelyemen például az van, hogy szlovákul beszélek. Igen, a munkafolyamatokat, amit mondanak, azt én már értem, hát ez már nagyon rutinszerű, tehát mindig ugyanazokat a szavakat hallom, és ugye rákérdezek angolul, úgyse értik, hogy what is it? És akkor elmondja a szlovákul, elmagyarázza a szlovákul, és akkor elkezdem felfogni, hogy a prázni, lávni, a rozomi, já, értem, oké. Rengeteg szlovák szó, amit meg kellett tanulnom. Nem csak semmiség az, hogy napszaknak megfelelően köszönni, jó étvágyat kívánni, elköszönni. Ezek már, tehát ez már ilyen 2-3 nap alatt összejött. Hopp! Ja, én is mindig kíváncsi vagyok arra, hogy ha valakit meglátok, akár bedugós fülessel, vagy akár ilyen nagy fülessel, hogy milyen zenét hallgat. Venom, black metal, imádom. Hú, basszus. Jó zenét hallgatni úgy, hogy az ember elmúl az utcán. Egy kis, nem csak hogy vigasztalás, hogy az ember itt van kint, és mondjuk magyar népzenét hallgathat. Most éppen Venom megy, de egyébként szeretem a magyar népzenét, és szándékosan hallgatok magyar népzenét, mert kint vagyok. És igen, nem tudok megszólalni a nyelvemen, és volt olyan, hogy elsírtam magam az utcán, mert a szöveg olyan volt a magyar népzenében, hogy föl se tudtam fogni, hogy milyen magas szintű dolgot akart megragadni vele, csak érzékeltem, hogy ez bizony túlnő az emberen, tehát túlnyúl az emberen, és olyan helyeken keresgél, amit az ember úgy általában az életében, hát ha van egy csöpnyi gógyi, akkor elkezd keresgélni, hogy van ilyen, vagy mi van, vagy egyáltalán mi lesz, mit keresek itt. Miért történik ez velem? Persze, most már megértettem. Nagy volt a pofám. Igen. Mindig is azt vallottam, hogy én nem megyek külföldre soha. És igen, őszintén bevallom, hogy tudom, hogy nagyon sokan belenyúltak a devizaitelbe.
és emiatt külföldre kényszerültek, emiatt nem vetettem meg őket, tudtam az okát, hogy ezt szándékosan tették velük, de azt a részét nem értettem, hogy miért kell külföldre menni, tehát maradj itthon, maradj. És már én is külföldön vagyok, érted? Tehát van ebben egy kettősség, meg mindenben van egy kettősség. Megérdemeltem, igen, azt, hogy itt vagyok már kint én is. Pont a gondolkodásmódom miatt, mert hogy úgy gondolkodtam azokról az emberekről, hogy miért hagytad a szülőföldedet. Ezeknek meg kell történnie, kész. Most ezt nem ragadom tovább, hogy miért. Nagyon-nagyon nehéz kint. Ezt el tudom neked mondani, meg bárkinek. Most, hogy igen, egyedül vagyok, bazd meg. Tehát egyedül filmezek, nem otthon vagyok, nem a fiam filmez, nem tud beleugatni, nem tud tanácsokat adni, meg nem bújhatok a feleségem mellé, nem takarózhatunk be együtt, és hónapok óta is én 20 éve vagyok házas, két gyerek van az egyik, akárhány éves, de már nagy kölyök, másik Benjo az kisebb, 7 évvel. Most szándékosan nem mondok számokat, mert nem tudom. Az meg hány évesek, nem tudom, 19-20, meg 11-12. Igen, majd ki fogják javítani a videó alatt, és odaírják, hogy apa, ennyi meg ennyi, persze. Én nem a számok mestere vagyok. Igen, de 20 éve házas vagyok, és megszoktam azt, hogy otthon vagyok együtt a család. És most nem az van, most kirepültem onnan, bazd meg, kint vagyok, kibaszott nagy űrbe. És így kintről nézem a földbolygót, ahol minden ember csak úgy simán mozog, és igen, itt van, mit tudom, a szobatársam, bejönnek hozzám, és megkérdezik, hogy hogy vagyok, meg jó munkát kívánnak, vagy hogy mikor megyek dolgozni, és rá vagyok kényszerű, hogy értsem azt, amit mondanak. És nem magyar nyelven mondják, hanem angolul. És én soha nem tudtam azt, hogy tudok angolul, és az sem, hogy én képes vagyok arra, hogy megértessem magam angol nyelven, és aztán bejön hozzám a Terezat takarítani, és megkérdezi, hogy a szobatársaim itt vannak-e, Juraj vagy Szilvi, és akkor elmondom neki szlovákul, basszus, hogy nem, mert elmentek dolgozni, akkor ő nyugodtan be tud menni takarítani, és ne elmondom neki, hogy ide is bejöhet takarítani, addig én kimegyek, vagy elmegyek a boltba. És ha lemegyek a recepcióra, ott is el kell, hogy mondjak dolgokat. Ha éppen készülök haza, akkor azt kell, hogy elmondjam. Nekem igen, van akinek ez teljesen természetes dolog, hogy idegen nyelven megérteti magát, hát csókoltatom őket, nekem ez nem olyan egyszerű. Én nem olyan környezetben nőttem föl, és nem is voltam soha rákényszerülve ilyesmire, én Magyarországon éltem az életemet, magyar nyelven beszéltem, nem voltam a családomtól soha elszakítva, és nem voltam rákényszerítve ilyen dolgokra. De most ilyen helyzetben cseppentem. És most ez olyan, mintha itt egy börtönben lennék, hiába jók a körülmények, nincsenek meg azok az adottságok, ami otthon teljesen természetes. Például az, hogy egy étkezés, egy családi ebéd. Vagy eleve egy étkezés, hogy hazamegyek, és akkor találok ételt az asztalon. Ami akkor természetes volt, az most olyan hiányérzet, érted, hogy itt úgy vagyok vele, hogy jó, oké, főzök virslit, sütök tojást, sütök szalonnát, mit tudom én. Ellátom magamat, mert eszek, de nem ugyanaz, mint otthon, tehát rohadtul nem lehet összevetni a két dolgot. És hogy mi miatt van itt az ember? Hát a pénz miatt, bazd meg! A pénz miatt, a pénz, én is azt. Mindenki a pénz miatt ment ki. És hogy otthon miért nincs ez meg? Ez nem mesterségesen generált probléma? De igen, az is kit érdekel. Már ez van. A pénz miatt itt vagyok, és mit mondott a feleségem? Hogy bakker, mikor meglátta, hát basszus, ennyi pénzre én is kimennék. Hát persze, de nem fog. És én is inkább visszamennék minél hamarabb. Egészségetekre! Fú, valahol betonoznak, vagy szurkolnak, vagy fasz tudja, hogy mi megint pögöttem, de kurva vidus. És akkor kipakolok még jobban. Azt mondja, leszaladtam a boltba. Mióta szemezek már vele? Hát nem szoktam megvenni semmit, amihez ilyen mesterkérten hozzányúlnak. Tehát ilyen dolgoztam húsipari cégnél, de felvágottakat nem. Láttam, hogy hogyan, meg miből készül. Azt köszönöm, nem lehet, hogy bárki azt mondja rá, hogy de finom. Én viszont láttam az alkatrészeket. Egyed. Na, szóval igyekszek olyasmit megvenni,
mert hozzáteszem, hogy otthon például tyúkokat tartunk, most éppen visszakerültek megint, mert itt szomszéd följelentett, aztán egész nyáron nem volt ott egy darab se, de most így őszre visszakerült, nem sok, 5-6-7 darab, mit tudom én. Nem vagyok otthon, nem tudom, de otthon vannak a tyúkjaim. Szóval, ehhez nem jutottak hozzá, csak megfőzték, megfüstölték. Ugyéné kuráciás techná. Akarod tudni, hogy ez mit jelent? Vagy látod? Füstölt cirkecom főt, füstölt cirkecom kuráciás techná. A Varoni az olyan, mint nálunk a Tesco akció. Akciós, Tesco-s akciós, vagy a tököm se tudja, hogy mondják. De a Varoni az itt az jelenti. Ehhez nem nyúltak hozzá. Bár hozzáteszem, hogy az ipari körülmények között tartott csirkék, ugye antibiotikum hegyek, tápszer hegyek, nehogy megdögöljenek, mert ugye 1 millió van egy helyen, nem túl májbarát, ezt tegyük hozzá, de még a lehető legjobb választás mondjuk egy felvágott mellett, de mindjárt mutatom a legjobbat, hogy még mi az, ami szintén nem a legjobb, de még ennél is jobb, de így szinteket megugorva, azt mondja, hogy igen, kipakolok. Na ezzel mióta szemezek, hallod? Csak rohadt drágának tartottam és nem akartam megvenni, de most rávettem magamat. Hello, Wim. Keeper of the Seven Keys. Szóval. Wow. Szóval, füstölt makréla. Egyben. Azt ugyan nem értem, hogy a fejét minek hagyják rajta, miért nem veszik le. De mióta leskelődöm már utána, érted? Mert mindig azt szoktam látni, hogy hány euró per kilogram. És igyekszek ilyen 2-3 euró közé tenni azt, amit megveszem. Például a füstölt szalonna, a főt szalonna, azt mindig megveszem, az mindig kell. Kell a rizs, kell a zsír, kell a hagyma, fokhagyma, ilyen dolgok, hogy tudjak főzni. Leveseket, vagy például, hogyha veszek, mit tudom én, nyers csirke, hús, vagy bármit, tudják, hogy ilyen jó pörköltet magamnak, tehát igyekszem nem előre megalkotott dolgokat megvásárolni, hanem inkább én elkészítem, és lehetőleg a legegyszerűbb és természetesebb alkatrészekből összerakni. Na most, ugye a tenger az szennyezett, tudjuk, tehát mint ahogy az előbb említettem, hogy a csirkehús is olyan, hogy ipari körülmények között tartva rengeteg antibiotikumot kapnak, de ugye otthon, amit én tartok tyúkokat, azok teljesen természetesen kijárnak az ugró csipeket nekem, amit találnak, meg kapnak kukoricát, búzát, stb. De egyébként ez a világ hol nem szennyezett, tehát nem tud megvédeni magad teljesen tisztán tartani. Csak lehet mondjuk igyekezni, hogy az immunrendszered elérje azt a szintet legalább, hogy kimaradjál abból a nagy tömegből, ami mit tudom, kirakják a végbelét, vagy mit tudom, 50 évesen nem tud járni. Tehát szóval vidámnak maradni, egészségesenek maradni, a család együtt lenni, ez sok dolog. Ez sok, nagyon sok dolog. Nagyon nehéz elérni, és sokan nem is tudják az értékét sem értékelni, sem tudják az ilyesmit, hogy egy család egyben van, vagy hogy valaki egészséges, mert mondjuk van neki egészsége, és nem annyira egyszerű elérni. Nagyon vidám. Szóval füstölt makréla, meg fogom kóstolni. Végre megengedtem magamnak, és most csak azért, mert megkaptam a fizetésemet, a mai nap tudtam meg, hogy mennyi. 2 euró, hát bazd meg, mennyi volt ez? 40 deka hal. Makréla, füstölt makréla, tehát nem nyúltak hozzá, a tenger szennyezett, fogták, megfüstölték, jó cekra, menjünk tovább. Kifli, jaj, de imádom! Eleinte, gyeszágy kusz, 10 darab. Eleinte, mikor kijöttem ide, akkor ilyen barna kenyeret szeretek, barna kenyeret vettem. Tudom, megint semmiségről beszélek, és ezt szóvá fogják tenni. Nekem ezek fontos dolgok, mert nem történik velem más, ennyi. Ki vagyok rekesztve a fontos dolgokból. Tehát nekem például a gyeszágy kusz, kifli, Rozomi, értem. Az most fontos dolog. És hogy miért?
azért, mert kell nára, és kell holnapra, mert holnap dolgozni megyek, és reggel 6-kor meg 6-ra megyek dolgozni, tehát semmilyen bolt nem lesz nyitva, tehát vennem kell oda is valamit. És vagy a füstölt halat viszem kiflivel, vagy a füstölt főt csirkecombot viszem kiflivel. Tehát nekem most ezek a legfontosabb dolgok, bazd meg. És igen, itt van. Ez egészségtelen, kibaszott egészségtelen dolog. Én láttam, hogy miből csinálják. Viszont kellett hozni egy döntést a fejembe. Ez gyors. Tehát, hogyha nagyon-nagyon éhes vagyok, és mondjuk szaladnom kell ide, vagy oda, vagy ott, vagy nem itt, vagy éppen... Érted? Ez úgy van kikiáltva, hogy kurácia párki. Tehát, hogy csirke. Kis csirke a kurácia. Kis csirkéből készült virzsli. Lófasz készült, ez kis csirkéből, ez kérlek szépen sertésből. Megromlott sertésből láttam, kinyitották, odajött, amikor targoncáztam, beállt a kamion, kinyitották a hátulját, és zöld, büdös sertésből hegyek, és toltam a targoncával, hogy kurva anyád, okádnom kell tőle, és hogy mi ez? Párizsi és virzsli egyed. Szóval, oké. Tudom, hogy miből csinálják, viszont rá vagyok kényszerülve, mert olcsó, 50 cent, és gyors. Ha éppen nincs más megoldás, mert mit tudom én, fölébredtem, dolgozni kell mennem, akkor gyorsan megfőzöm a konyhába, megeszem mustárral, jócaka, letudva az érkezés, nem csinálok belőle nagy problémát. Hozzáteszem, hogy volt itt a feleségem és a gyerekem, és lementünk a hotelnek az éttermébe, nagyon jót ettünk, pont olyan tálat kértünk, ami a hotel specialitása és personál, több personál, tehát for personál, tehát négy személyre kértük. Nagyon finom volt, nagyon jó fej volt a pincér is, olyan gördülékenyen beszélt angolul, hogy csak így néztünk rá, és azt sem tudtuk, hogy miről van szó. Holott mi vetettük fel a problémát neki, hogy nem értünk szlovákul, na mindegy. És akkor további kipakolás. A kedvencem! Redkovi! Minden nap gondoskodok friss zöldségről magamnak. És mit szoktam megvenni? Mindig a legolcsóbb zöldséget. És mi mindig a legolcsóbb? Mindig 30 cent a Redkovi. Miért hívják Redkovinak? Miért mindig van kicsinyítő képző mögött, amikor ez retek? Tehát Redkovi, meg Malcsika, meg ilyenek, érted? Kell! Kell! A friss zöldség, az mindig, nem tudom, hogy hol termelik egyébként, de mindig van retek. A retek levél meg jó. Oly szokott leves csinálni belőle. Menjünk tovább. Kisa bontottam. Ja, ezt meg kisa mostan. És holnap dolgozni kell mennem. Mára szerintem ennyi volt. Móka Miki mesetára vagy a faszom tudja. Kipakolása. Ezer felé ágazik a téma. Miért vagyok itt? Miért érzem így magam? Jól érzem magam egyébként. De mégis rosszul. És amellett, hogy valamit megnyertem, amit soha életemben nem, nagyon jó dolognak tartom azt, hogy például a munkahelyemen román srácok, román csajok, egész nap visítozunk a röhögéstől. Nagyon jó fejek, nagyon segítőkészek. És ezt most muszáj elmondanom, az egyik srác, ki sem néztem volna belőle egy ember, furcsán néz ki egyébként, akkor a fogai van nekik kifele lógnak. Kérdeztem tőle, mikor mész haza. Mondja, hogy hát egy hét múlva. Aztán jött vissza, újra, mikor otthon volt. De előtte mutatta, hogy nem tudott beszélni magyarul, meg angolul se tud. Románul tud, de ugye rájött arra, hogy minek beszéljen hozzá románul, csak mutatta, hogy és ezt értettem, hogy megy haza a két kisgyerekhez, bazd meg. Tehát ehhez kell egy bizonyos fokú intelligencia, és elsírta magát, és átölelt.
Szóval ilyen emberekkel vagyok együtt, akkor van a szobatársam, a Tereza, a takarítónő, recepciós hölgyek, sört küldtek fel, érted? Csak azért, mert szlovákul tanulok. Tehát próbálom tanulni a nyelvet, és próbálok kommunikálni velük szlovákul, és mindig mondom nekik, hogy mikor angolul beszélnek hozzám, hogy ő nyugodtan beszél hozzám szlovákul. Mert lehet, hogy a 10 szóból 2-t fogok megérteni, de a többire viszont logikusan már következhetek, hogy mit akartál mondani, és már erőltetem rá, hogy szlovákul beszél hozzám. Szeretném érteni. És basszus, fölküldtek egy sört. Egy dobos sört, ezt tudod mit jönni? Tudod mekkora ajándék? Érted, hogy bármikor vehetek sört, vagy... De hogy micsoda elismerés az, hogy a szlovák emberektől az, hogy ide jövök, nem tudok, nem ismerem a nyelvüket, de megkérem őket, hogy szlovákul beszélj hozzám, mert megpróbálom megérteni. És micsoda elismerés tőlük, hogy felküldenek a recepciós lányok egy doboz sört a takarítónővel. Érted? Csak azért, mert el tudtam neki mondani, hogy melyik napon megyek haza, és mikor érkezek vissza, és hogy arra az időre hívjon ki. És még utána azt is el tudtam mondani, hogy nem megyek haza mégse, mert dolgoznom kell, na mindegy. Ki fogom kapcsolni a kamerát, és... el fogom fogyasztani, aztán elmegyek kajálni.